Én kérek elnézést, újra itt vagyok, de kidobott a játék. Remélem ez így többször nem fog előfordulni, nem tudom, hogy mi baja van neki. Valami hibát írt ki. De ott tartottam, hogy megalkotom a karakteremet. Mága Zoltán lesz. Mága Zoltánt megalkotjuk, aki Ebonheart frakció, Nord, Nightblade. Hát én most nem sokat szenvednék ezzel a arccal, igazából randomize. Valami olyan Mága Zoltánosat keresünk, ami úgy... Hú, micsoda fejek vannak, azt a mindenségét. Hát, nem is tudom. Ez tökéletes lesz. Ez olyan mágazolikás. Jó. Szerintem el is kezdem, mert itt még az életben nem lépek bele. Jó. Tutoriát felajánlotta, hogy azzal kezdünk el. Igen. Azzal kezdek. Cicát fogok küldeni, Intimi, és egyébként szia, neked is. Fogok neked készíteni, mert megígértem, csak kis türelmedet kérem, mert éppen úgy állnak a dolgaim, hogy streamelni is alig-alig tudok. Na, hát... úgy látom, hogy egy börtönbe ébredtünk. Egy nagyon fain csákó mellett, aki úgy látom, hogy kiéhezett itt a hosszú várakozásba. Valahogy ez a sajátja az Elder Scrolls-oknak, hogy a börtönbe éled, és az nagyon szeretik kihasználni. Tök jó. Közben néha ránézek azért a chatre, hogy mit írtok. Na, ezt a Blackstabbert, vagy Backstabbert majd ki próbálom. Azt mondja, hogy... Jó. Ez a felület, ez teljesen szokatlan nekem. Úgy látom, hogy ez nem éppen Skyrim-es. Meghallottam, hogy lesz valami skillbar is, ugye? Úgy tudták megoldani itt az MMORPG-be. Úgy látom, hogy ki kell lootolni ezt a testet. Egy remora. Ó, de jó van kardunk. Azt a mindenit. Gyilkolás. Jó. Jó, jó. Shift-tel tudok sprintelni, nagyon jó. Ott a staminám is csökken. Jó. Úgy látom. Tartják az ajtót az őrök elő. Egy újabb ellenfél. Ezek... De drák vagy mik ezek? Ja nem, dremora. Aha. Jó. Látom, ez egy... Charge-olni. És heavy attack-olni, jó. Nem tűrik bonyolultnak a harcrendszer, de mégis működőképesnek látom. Must rescue me, and I in turn must rescue you.
Na, beszélni kell ezzel. Szőkesége elég ciki, hogy magasabb nálam, de hát... Istenem. Wow. He's a prisoner here too. It was very dangerous for him to speak to you, even for a moment. You must think you can help me. Na szóval, van egy proféta, amelyik egyengeti majd úgy látom az utunkat. Hát látjuk, hogy mi lesz a helyzet. Believe me, I can use all the help I can get. That blind old man is the only person alive who can help us get back home. Jól emlékszem vissza az emlékeimben, akkor a Morrowindben is szintén börtönbe kezdtünk, az Oblivionba is. Most a Skyrimbe éppen nem börtönbe, hanem fejle vágni vittek bennünket, ha van ilyen magyar mondat. Tehát le akarták vágni a fejünket, és akkor ott volt a sárkányos sztori, igen. Magical constructs created by Molag Bal to guide his vision. Molag Bal. No. The sentinels are connected. If we destroy one, the others will be blinded. Tehát akkor itt Molag Bal még létezik. És él. És úgy látom, hogy ő fog itt uralkodni mindenek felett. Én nem, nekem nincs több kérdésem, tehát én nem akarok itt kérdezgetni, mert nem erről akarom, hogy szóljon a játék. Lényeg a rab. Közben itt olvasom, hogy mit írkáltok. Jó, nézzünk tovább. Wow, az ki volt az a betöltő képernyőn valami? Nagyon... Erős csákó. Hagyod békén, te. Mit van már neki olyan jó ármódi? Olyat ráverek a váladra, te. Takony fejű, te. Új, új. Elég nehezen emeli ezt a kardot igazából, mint egy dilettáns úgy. Második szintű vagyok, nézzük. The character window, igen, el tudok osztani pontokat. Magika, health, stamina, szokásos dolgok. Itt el tudom osztani, azt mondja, hát akkor szerintem egyet rakok a health-ra. Először elsődlegesen. Itt tudom elfogadni. Aha! Na és ez egy teljesen új dolog. Ez a skill bar, ez úgy látom akkor itt is bejött, mint a az MMORPG-k nagy részébe. Ó, és lesz ulti. Nagyon csúcs, szuper. Azt mondja, hogy ki tudom rakni a skill bar-re, jól áll. Suk. Assassination, Shadow, Siphoning. Hát a Shadow az jól hangzik, azt mondja, hogy ezzel el tudom rejteni magam 2,5 szekundra. Vagy Assassination. Ez az a leütés, aha. Hát erre rakok. Akkor valószínű, hogy nekem inkább ilyen klubbal, meg ilyen daggerrel, meg ilyenekkel kéne mennem, gondolom én. Úgy látom, hogy ugyanúgy vannak weapon skill, aha, és vannak vannak egyves, tehát egyes fegyverekre is lehet skilleket kivenni, hát itt valószínű akkor nekem a one hand lesz ami, vagy a dual wield. Fogalmam sincs, mivel megy egy Nightblade, őszinte leszek, tehát én a tőle gondolnék, de ahhoz shieldet azt nem kell, hogy használjam. Nem tudom. Morrowindben Khajiit, nehéz páncélban pajzsa, jó, kihasználtam a fai előnyömet, igen. Hát én nekem az a mániám volt, hogy átalakultam vámpírra.
és akkor ugye megnövekedett a hand-to-hand skill, és az nagy poén volt a Morrowindben, tehát egy valamire való hand-to-hand skill-lel azért szét lehetett ütni mindent. Jó, hát ezeket a gusztustalanságokat én itt nem lootolnám ki, tehát nem hiszem, hogy ezek olyan sokat érnének. Egyébként úgy látom, hogy ez egy ilyen, nekem nagyon hasonlít a Dedra romokban lévő börtönre, sőt, hát ez is most itt, ahogy kijöttem, ez meg pláne ilyen, mint amikor átmentünk a kapun a Morrowindbe, körülbelül úgy néz ki ez a hely. Hoppácska. Valaki küzd. Nézzük csak. Szokásos térképcsík, amit már ugye megszokhattam a Skyrimbe. Mondom én, hogy ez valami Dedra cucc. Ezek meg azok a kis gyíkok, amik a romoknál szoktak lenni. Vágom. Nagyon morovindes. Hoppá. És ez most stab. Assassination increased. Aha. Úgy látom, hogy a skillek fejlesztése viszont ugyanúgy működik, mint a bármelyik részben, hogy minél többet használod, annál többet fejlődik. Talán ugyanez lesz a rendszer, az nem lesz rossz, hogyha. Ezzel remélem az akrobatikát, meg az ilyen hülyeségeket, azokat most hanyagolják, mert ez annyira nem tetszett. Hoppácska. Mi ez, Sauron szeme, vagy mi a jó pokóval ez? Aha. Le kell sneak-otokolni a szemet. Gyűrűk ura. Forduljál szépen. Gondolom, mivel egy szem, ezért nem nagyon hallhat meg engem. Ez az. Érjem el a próféta börtönét. Hát, hol van a próféta börtöne? Mutatja a térkép. Akkor vissza kell menni, csak le kellett ütni ezt a szemet. Egyébként így első ránézésre azt mondanám, hogy elég jól néz ki, főleg MMORPG-hez képest, tehát nem is számítottam ilyen jellegű grafikára. Ha. Ja, hogy közben mennek, jó. Tök jó, hogy így kiveszi a stamináját, hogyha ilyen force punchot erőltet. Azt mondja, van itt egy húz. Magica potion. Jó. Nézzük csak a dolgokat. Ezt a shoes, ezt már fel is tudom venni. Erről van szó. Elég pici az inventory, vagy nem tudom, ez olyan furának tűnik nekem, hogy ezt nem lehet így nagyobbra, vagy ennyi, ennyi. Jó. Különös. Különös. Mert kettes szintű vagyok, yeah. Eddig nem tűnik túl bonyolultnak, tehát egészen felhasználó barát a harc. Csak ezek újra termelődnek, vagy?
Jó, zsír. Gyerünk tovább. Hát ezt le lehetett volna sneakelni is, most jut eszembe. Hát mindegy. Milyen Nightblade vagyok én. Ja, hogy ez... Jó. Ez... Őr. 3 gold. Gazdag vagyok. Gondolom egy potira nem futja belőle. Itt a börtön. Fool, you will Wow. never escape my realm. Paramore's whacking top. The door's warded Soha nem off. jutok We're getting ki. this way. Az kedves. Damn it! Destroying the sentinel must have triggered these wards. We'll need to find another way in. Maybe Cadwell can help us. Azt mondja, hogy ez az átjáró ez megsemmisült, találnunk kell egy másik utat, és ez a kedvel tud nekünk segíteni. After years of torment, souls shriven usually go insane and turn feral. But not Cadwell. He was already insane before he left Tamriel. Mad as a box of frogs, but completely harmless. You'll see. Cadwell sees things as he wishes them to be. To him, Cold Harbor is a Tehát ez wonder. a kedvel, ez valamiféle ilyen jövőbelátó fickó, aki látja azt, ami még meg sem történt. Hát meglátjuk, hogy mibe tud nekem ebbe segíteni, vagy mibe tud nekem segíteni. Gondolom, ő már tudja, hogy tetszeni fog-e a játék, vagy sem. Jézusom! Ez? Hát ennek egy, nem tudom, kondér van a fején, vagy mi a... Mi van ezzel? Poén. Ő segít meg, hát... Kezdem kellemetlenül érezni magam, hogy ez a csávó a reménységem. Egyébként én is azt csináltam először, hogy kiürítettem a házakat, és mindig átpakoltam egy másikba. És akkor folyamatosan azt csináltam, hogy telepakoltam egy házat, és akkor utána vittem a zárusokhoz, csak hát ugye elég kevés pénze volt a zárusoknak, egy idő után már nem tudták megvenni az összes dolgot, amit vittem. Sőt, eléggé kifogyott a készletük. Remélem ez itt másképp lesz. Hol van a bejárat? Kövessem a folyót. Jól van. Köszönöm. Ez biztos történhetett valami, vagy ezt nagyon fejbe vághatták, mert tiszta bolond. És kő a reménységem, jól van. Nem mondod, hogy most már bebírok, nem. Jó. Kövessem a folyót, igaz? Azt mondta. Az egy zombi? Az egy zombi. Jaj, remélem itt nem rak rám ilyen poisont. Hú, de jó, van benne kukac. Nagyon-nagyon szexi. Csábító. Jó hangulata van ennek a helynek egyébként, tehát egészen be van indulva az a valaki ott. Ezeket lehet szedni? Nem. Bár biztos van herbalizmus. Itt is. Jaj, jaj, ez az módszer. Ez
Hogy is kellett ezt. Vagy egész egyszerűen csak false lock-kal. Pickpocket az akkor ugyan... Való pickpocket, tehát az ajtónyitás ugyanaz, mint az elődökbe. Skeleton. Iron Sword of Flame. Ez biztos, hogy valami enchantes. Enchantmentes, hogy mit csodás. Flame damage. Már is teszem fel, mert jobb, mint az enyém. Jó. És ráadásul egykezes. Na most megpróbálunk egy sneak attackot. Hogy is kell. Control. Lopóckodunk. Lopóckodunk. Hát ez nem tudom mennyire volt sneak attack, de az a lényeg, hogy levadáztam gyorsan. Arrow is kell bele? Nem, úgy látom nem. Itt akkor nincsen arrow a játékban. Na az volt a másik, amikor így azt kezdtél, hogy mindig kifogytál belőle. Sose volt elég az ívesző. Ki ez a jó ember itt? Jó van, biztos. De jó, hogy így meggyullad. Ez az. Erről van szó. Működik ez. Shield, hát szerintem azt is felteszem, mert most sokat jelent még azért, ha van egy kis defenzem, meg hát ezzel tudok ugye védekezni is. Jó kis buckler. Driss Duhar. Ja, hogy ő egy játékos lenne. Nem, köszönöm, egyedül is megoldom itt a dolgokat. Nem vagyok antiszociális, de egyelőre nem akarok partizni. Most volt sneak damage-en? Nem írta volna, hogy kétszeres, meg ilyen szorzó, de remélem azért itt is meg van csinálva az a sneak-etek. Jó. Nyilván, hogy az urnában nincs semmi. Ott egy láda. Hát, de gondolom, ez a tűz, ez sebez. Vagy mi ez gőz, vagy mi a bánat. Azt mondja Light Armor. Chest. Fel is rakjuk. Wow, milyen kis elegáns. Egy depressziós csontváz. Azt mondja, jász, mint te a recept. Jó, hát elrakjuk. Nem hiszem, hogy ezzel fogom tölteni a időm nagy részét, hogy teát készítek, de hát biztos elteszem. Még mindig ez a dedrarom. És ugye még nem jutottam ki a prológusból. Ez egészen elképesztően jól néz ki. A rúna írásokkal együtt kicsit úgy néz ki, mint a... mint a mizébe volt, a Skyrimbe volt ugye, amikor megszereztük a fuszorodát, meg az ilyen
Dragon Power-eket ott voltak ilyen írások. Ott van a próféta középen. The only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. Believe me, I wish there was, but I don't see anyone else here with a beating heart, do you? If Molag Bal isn't stopped, he'll destroy everyone. Once it's done, get moving. The prophet will know where to go. Ott a próféta. Meg kell védenem ezt a csajt, ami próbálja szabadítani a magát a prófétát. Látom, hogy jönnek ezek a dremorák szokás szerint. Le lehet védeni az Aura Dimitri-t is. Szintet léptem. Jó, majd elosztom, hogyha nem lesz hajt. Na, azt mondja, hogy... Wow, de jó néz ki. Aktiváljuk a cuccost. Értem, kicseréli magát, tehát beáldozza magát, hogy tudjak beszélni a prófétával. Ez egy arany lelki asszony. És kiszabadítottuk a prófétát. Gondolom a jobb cél érdekében áldoztam fel, vagy hát ki tudja, majd meglátjuk. The name I have given you. You are but a trace of your former self, a soulless one, an empty vessel that longs to be filled. It is as the scrolls foretold, but not exactly as I imagined. Tehát ő adta nekem azt a nevet, hogy lélektelen vagy lelketlen. Tehát ez azt jelenti, hogy gondolom, mint az MMORPG-k világában, hogy én nem vagyok képes meghalni. Hanem mindig újraéledek. Nyilván amikor meghalok, akkor mint általában ugye nem hardcore-ok az MMORPG-k, tehát itt is képes leszek majd újraéledni. Most mi ez a töltőképernyő? Kidobott. Nagyszerű. Ez már második... bug, vagy nem is tudom minek nevezzem. Elég bosszantó. Egyébként most jön majd a Thieves Guild benne. Tehát az a kiegészítő, ahol majd lehet majd tolvajkodni, meg a tolvajok céhébe egyáltalában belépni, és ott küldiket vállalni ugye. Nem ismeretlen gondolom akkor ez a DLC. De jó, hogy itt megint meg kell ezt csinálni, mert kidob. Jó, de majd most végig nyomkodom. Tényleg a játékra kinézetben nem lehet panasz, tehát maximálisan jól néz ki. Azért most már jobban megy a küzdelem is. Gyorsan aktiváljuk ezeket a szutykokat. Thank you.
És akkor megint végighallgatjuk ezt a szociális otthonból szabadult vénidiótát. Anchor? Valami horgony, vagy horog, vagy... Mi lesz az? Anchor. Jó. Nem tudom. Azt mondom, nem bírom kiszedni, az biztos. Ezek merre kell, erre jól feleljük. Továbbra is még a prológus. Ja, hogy... állatian jól néz ki. Defeat child opens that a chunk. Mi? A mortal thinks it can defy me. Feudal. Soon your world will be in my chains. Ezt kell kinyírnom, nem már. Ja, nem. Ezt, aha. Ez valami gólem. Hát ez biztos. Hopszi. Nem olyan erős, mint kinéz. Az öreg az nem nagyon csinál semmit. Piszkálgatja, piszkálgatja. Ha. Ez ahogy kivédjük a ultimate képességét, vagy nem tudom mi ez, ezt a támadását, így már elég könnyen le lehet ezt győzni. Azt mondja, hogy itt van egy necklace. Maximum health. Már teszem is fel. Jó. És most legyőztem, most beszélni kell. Egyébként az molákba lett volna? Az a nagy szellem. Gondolom. De menő. Tehát ezek a Sky Shardok, ezek az ég darabkák szét vannak szórva egész támli jelen. És hogyha ezeket felszedem, akkor extra skill pontokhoz jutok ezekből. Mint most is. Akkor rakok egyet a staminára. Ezt is be kell menni, de... Ah, ezt kell csinálni, mint az öreg. Wow. Azt mondja, hogy Tamriel-be jutni, akkor ezek szerint nem is Tamriel-be voltunk, hanem valami más dimenzióba kezdtük a játékot, prológust. Gondolom én. És ez most már Tamriel. Zuhanási damage. Meghaltam valami zuhanásba. Biztos. In different locations. I am in a place with the smell of burning ash on a hot wind and the sounds of a distant battle. Eddig voltam kiütve. I
Voids between worlds disrupted all. I'm afraid you. I cannot foresee that. Not yet. But we will meet again. There is still much. Be wary, Vestige. Our very plane of existence is in peril. You must find your own path. But perhaps there is a reason for the place in which. No, we're fine. Igazából nem mondott semmi használhatót, tehát azért is állítottam le, mielőtt túl sokat magyarázna. Ah, igen, ez a Crown Store, erről hallottam, ez ilyen in-game store, ilyen koronából lehet itt vásárolni, és itt DLC-ket is meg lehet venni. Úgy látom, van egy Orsinium, ami 5000 korona, vagyis 3000, hogyha ezt a kiadásút veszed, meg egy Imperial City. Hát az Imperial City-re én nem vágynék talán az Orsiniumra. De gondolom, hogyha beteszik majd a tolvajost, akkor elég, ha azt megveszed, és már is elérhető lesz a Thieves Guild. Ezeket itt felbírom szedni fel. Innivaló. Egy kis felszerelés. Ez is egy recept. Adamantit. Azt mondja, hogy hozzávaló, hogy tudjak craftolni Altmeri stílusban. Hát jól hangzik, még egyelőre nem tudom mi ez. Ruhásszekrény, rockplick, az mindig jól jön, flint. Argóniai stílus crafting, gondolom ez majd a smithingnél lesz jó. Lockpick az nem baj, hogyha több van. Biztos beletördelem az összeset. Tonic. Hát menjünk ki. De van swatch. Aha, később tölti a textúrákat. Egy fekete pont. És itt már playerek is futkoznak, ahogy látom. Például ez az argóniai. Na jó van, úgy látom, hogy van pet is, nagyszerű. Ez mondjuk én fölöslegesnek érzem, de nem nézett ki rosszul az a pártuc. És hát ebben a kisvárosba kezdjük majd a kalandot. No, hát én nagyjából annyit terveztem a mai nap, hogy kijutok a prológusból. Úgyhogy ez meg is történt. Valószínű akkor még fogok streamelni majd Tamriel Unlimited-et, mert eléggé tetszik. Meg hát folytatni kell a kis Mága Zoltánnak a kalandjait, úgyhogy mindenképpen visszatérek rá. Úgyhogy egyelőre akkor ennyit. Tehát izgalmasnak tűnt a kezdés. Remélem a folytatás is hasonlókat tartogat. Úgyhogy ha tetszett a közvetítés, akkor ne felejtsétek el követni. Bár Timi, ez nem neked szól. Á, de szép ez a mount. És akkor legközelebb folytatom Mága Zoltánnak a kalandjait. De holnap valószínű, hogy Tamással fogunk jelentkezni valamiféle hétvégi streammel. Úgyhogy érdemes a YouTube-ot is követni, meg a Twitch-et is. Köszönöm, hogy megnéztétek. Legközelebb találkozunk.
Sziasztok! Igen, TLS, én lentebb vettem egy kicsit a bitrátán, azért nem laggol egyébként. Tehát... ezért nem laggol, de majd megpróbálom egy kicsit még állítgatni. De most így úgy néz ki, hogy megtaláltam az optimális beállítást. De... meglátjuk. Hogy tudok-e még rajta javítani, bár ez így most már elég jó lesz, úgy látom. Na. Cső, legközelebb többet fogok streamelni, csak még vissza kell térnem egy kicsit a munkába, úgyhogy... addig is pááá.